Fülöp G. László amerikai-magyar író Máramarosszigeti Történetek című könyvének bemutatójára került sor június 25-én Máramarosszigeten, a Hollósi Házban és június 24-én Nagybányán, a Teleki Magyar Házban. Fülöp G. László közel 70 év után tér vissza Máramarosszigetre, abban a városban, ahol gyermekkorát élte a II. Világháború ideje alatt és az ezt követő években. A Máramarosszigeti Történetek kötete is erről a korszakról szól. Könyvében feleleveníti a Szalaván alatti Hunyadi és Izó utca környékének világát, saját gyermekkori csintevéseit a nehéz háborús időszakban. Igazándiból nagyon örülök, hogy eljutottam, és engedem, mert kérjük az elérzékenyülésére, de ez sajnos aztán az ember nem válogatja mindig, hogy mikor érzékenyüljön el, és mikor nem. Úgyhogy én már nagyon szerettem volna évekkel ezelőtt visszajutni Szigetre, és hát amikor ez a könyv megjelent 11-be, akkor már a feleségem már terveztük, hogy nekünk okvetlen el kell jutni Szigetre, és hát persze én álmodoztam arról, hogy találkozok és megölelgetem régi barátaimat, és így tovább, és hála Istennek legalább kettő közelebbi barátot meg is tudtam ölelgetni, egy harmadiknak az öcsét, aki igen ifjú gyerek volt még akkor, amikor mi már komoly 8-9 évesek voltunk, 10 évesek, és hát Hát szóval én nekem, mint azt hiszem látják és hallják, hát Máramarosziget mindig nagyon közel maradt a szívemhez, és az életemnek egy fontos részének tartom, és hát azt hiszem, hogy ez még fog maradni még az elkövetkezendő években is. Amikor először a kezembe vettem a kötetet, akkor bevallom, hogy voltak némi fenntartásaim. Így az illusztrációit a könyvnek, meg főleg a nagybetűs bensőjét és a színes rajzokat nézegetve azt mondtam, hogy egy bizonyára nagyon érdekes, de inkább gyerekeknek szóló kiadványról van szó. Úgyhogy nem siettem azzal, hogy bele is olvasgassak. Aztán volt egy csendesebb hétvége, amikor úgy kézbe vettem, na nézzük meg, mit is írt ez a Laci, és elolvastam az első történetet, aztán elolvastam a második történetet, aztán szóltam Hanyinak, hogy nézd meg, ezt inkább olvasom hangosan, mert ezt érdemes, ezt ketten élvezni, ezt a számomra egyre élvezetesebbé váló történetfüzért. És szinte egy szuszra, egy délután vagy egy nap alatt végig olvastuk az egész kiadványt, és hát meg kell mondanom, hogy azóta is az egyik legkedvesebb könyvem. Hogy mi volt a magyarázata, vagy mi a magyarázata, vagy mi a varázsa ennek a kötetnek, azt nem igazán tudnám megmondani. Kézbe kell venni, el kell olvasni, talán a történetekben egy időben jelenlévő meseszerűség, és ugyanakkor az, hogy ezek a mesék valójában megtörtént történetek, méghozzá egy nem is akármilyen korban lezajlott események, hiszen a 40-44-45 közötti időszakról van szó, amely nem csak Máramarosziget vonatkozásában, amit a történet a kötet felölel, hanem a Kárpát-medence, a magyarság vonatkozásában meglehetősen zűrös, mozgalmas esztendők voltak. És ez a kettős párhuzam, hogy a mese, a gyermekszemmel megélt események és a valóság együtt hogyan működik, talán ez volt az, ami leginkább megkapott. Aztán befejeztük a kötetet, és úgy értünk a végére, hát ez egy nagyon vékony kötet, itt még kellene sorjázó, vagy 10 darab, mert valószínűleg, hogy akkor 10 hétvégén keresztül még jó néhány hasonló történetet elolvasnánk. Na hát nem volt 10 darab, viszont született még néhány kiadvány, amelyek az elmúlt években láttak napvilágot, és amelyből ezúttal szintén hozott ide hozzánk is László.
A kötetben bemutatott történetek a valóságból merülnek. A szerző úgy írja le ezeket, ahogy gyermekként tudatosult benne a háború mélysége. Elénk tárul a korszak tizenéves gyermekeinek a lelki világa, mert ahogy a szerző is vallja, a történetek főhőse a többi gyermek mindennapjaival azonosul. Én azt akartam tulajdonképpen kifejezni, illetve arról akartam beszélni, hogy a mindennap emberét hogyan érinti ezek a háborúk, mert a háborús években voltunk is. És azt nagyon reméltük, hogy én nagyon reméltem, hogy azon illusztrálni a mi családunk, amin a mi családunk ment át, hogy az igenis nem volt olyan kivételes, hanem nagyon-nagyon sok család ment azon át, Máramarosszigeten és ezeken a környékeken. És azt reméltem, hogy bizonyos fokig ez történelmet is fog illusztrálni azoknak, akiket hát érdekel az, hogy nem csak az, hogy a miniszterek meg a tábornokok hogyan, miket csinálnak egy háború alkalmával, hanem hogy a mindennap embere hogyan éli túl ezeket a háborúnak, ezeket a csapásait, és hogy, és hát vannak olyan példák is benne, hogy még gyerekeknek is milyen rettenetes, veszélyes volt ez a háború. És hát nem csak ez, hanem valószínű más háborúk is, de szóval mi mint kis hülye, 10 éves, 9-10 éves gyerekek, 8-10 éves gyerekek olyan dolgokba keveredtünk bele, hogy Isten tudja, hogy miért, de valaki az égbe vigyázott arra, hogy ez a kis hülye Fülöp gyerek, ez ne halljon meg még. És igen, nagyon sok veszélyes dologba kerülnek még a fiatalok is. Ha másért nem, az eldobált fegyverek, az eldobált fegyvergolyók, töltések megtalálása is azoknak a mi használni akartuk ezeket a dolgokat, amiket mi találtunk, és hála Istennek nem volt alkalmunk használni. Szóval nagyon, illusztrálni akartam, hogy mennyire rossz a háború, és milyen rossz dolgok történnek, amik rosszak az embereknek. A könyvbemutatón Fülöp G. László kifejtette Máramarosszigethez való kötődését, meghatódva emlékezett vissza az itt élt évek egyes mozzanataira. Tulajdonképpen voltak dolgok, amikre igazán nagy figyelmet szenteltem, és ebből az egyik az volt, hogy a Máramarosszigeti zsidókat akkor nagyon megtizedelte a háború, már hát az, hogy a háború különösen a vége felé vitték el őket. És én különösen utó, nekem akkor talán egy, már nem tudom, hogy a Rácica emlékszik rá, de nekem volt egy csapatom akkor, ugye, mivel én szerveztem a csapatot, el tudják képzelni, hogy ki volt a fővezér, ugye? És egész nap ott kellett álljak, amíg az egész tanító. És az volt a baj, hogy még utána ő fölhívta apámat, a bíróság, apám törvényszéki bírónak volt kinevezve ide, és apám fölháborodva jött haza, hogy a fia miket csinál, és el kellett mennem, külön fogva vitt el engem a Schachter bácsihoz, hogy kérjek bocsánatot. De csak azt akarom mondani, hogy ők annyira nem egyeztek ennek a gondolatával, hogy aztán később, és ez a könyvnek a legvégén jelenik meg, és tulajdonképpen azt is a nővéremtől tudtam meg. Én láttam, hogy apám meg anyám néha este, amikor nekünk ágyba kellett menni, ők beültek az ebédlőbe, és ott a nagy asztalon papírokat irkáltak meg mindenféle. De hát az nem volt nagy, nem tudtam érdeklődni az ilyen dolgok iránt. És
a nővérem mondta el, hogy apánk akkor tartalékos százados volt, és behívták, hát őt is a hadseregbe, de őt nem vitték el, mert ő már 49-50 éves volt, valahogy így, és ő a szigeti, a katonai, hogy katonai fő, bocsánat, nem tudom, hogy leszem, hanem emlékszem rá, hogy melyik, milyen katonai szolgálati, hogy mondjam, irodának lett a feje, amelynek az volt a funkciója, hogyha egy katonát, akit behívtak, a családja ott maradt, akkor ez az iroda szerzett segélyt a feleségnek, meg a gyerekeinek, akik ott maradtak. Vagy ha megsebesülve, vagy egy láb nélkül, vagy kar nélkül jött haza egy katona ide a sziget és környékére, akkor nem, ennek egy nagyobb hatásköre volt ennek az irodának, mint csak sziget. És igenis, ezeknek ők szereztek olyan munkát, hogy meg tudjanak élni azzal a sérüléssel is, amit ők összeszedtek a fronton. Na most ő neki, és ezt csak a nővéremtől tudtam meg később, aki 7 évvel volt idősebb, mint én, hogy apánknak volt joga arra, hogy kitöltsön és adjon szabadságot 3-4 napra munkaszolgálatosoknak. Nem tudom, hogy mennyien tudják, de a frontok mögött a 70-80-100 kilométerekre voltak munkaszolgálatos csoportok. Ebben voltak zsidók is. De most nem csak 44-ről, amikor 44 második feléről, amikor teljesen elmérkesedett a helyzet, hanem az előttről beszélek, de voltak egyetemisták is, akiket nem akartak kivinni a frontra, hanem ezek dolgoztak olyan projekteken, amelyek hát segítették a had viselését. Most apám adhatott 3-4 napos elmenő papírt ezeknek, hát nem mindenkinek egyszerre, hanem néha egymás után, és ha visszajöttek, de most mivel zsidók is voltak azok között, azok nagyon remélték, hogy azok nem fognak visszajönni, és azok közül nagyon sokan ki is szöktek Dél-Magyarországon, Horvátországon keresztül Svájcba, és hát onnan aztán már kikerültek a németeknek a kezei közül, hogy így mondjam. Ezt leírtam az utóbb, de én erről nem tudtam, hogy ő ennyit tett. Hát mondjam el, hogy ez miért volt egy igazán nagyon merész dolog, mert akkor azt hiszem az Aladár bácsi történetben azt is leírtam, hogy apánk nem engedte meg, hogy egyszer, hogy 3 napig kimenjünk a főtérre. Ugyanis a főtéren lopásért felakasztottak, elítéltek, a statáriális bíróság elítélte őket, és felakasztottak 3 ember, akik ott voltak 3 napig a főtéren, ott lóptak. Ő fő volt háborodva a statáriális bíróság
Magyarországnak létezésén, nem csak hogy, a kivitelezett ítéleteken. És szóval azt akartam csak ebből kihozni, hogy őt, ha megtudták volna, hogy ő mondjuk zsidóknak adott volna eltávozási cetliket, őt valószínű az egyik téren őt is felakasztották volna. Úgyhogy apám is, meg anyám is igazán komoly veszélyekkel játszottak, amikor segítettek ezeken a szerencsétlen embereken. Csak azt akartam mondani, ez volt az egyik, amit én nagyon súlyosnak tartottam a könyvben, hogy vagy egyik incidens. Szigetre költöztünk, mert apámnak felajánlották, apám egy jó nevű ügyvéd volt, és felajánlották neki a törvényszék bírói pozíciót ott a már visszakerült Máramarosszigeten. És hát azt hiszem, hogy anyám, aki Köröstárkányon született, Nagyváradtól délre, meg Belényestől is délre, ő egész biztos, hogy nagyon nyomta apámat, hogy költözzünk Erdélybe. És hát aztán ott történtek. Hát hála Istennek ezek nagyon sok, ezek a történetek, amik a történetekbe bekerültek, azok sok nyomot hagytak bennem, és úgyhogy személyesen is szerettem is ezekre emlékezni. És ez volt, 1944-ben volt, amikor ti oda kerültetek? 40, hát az apám 40-nek a legvégén, mi meg 41 első hónapjaiba mentünk utána. És 46 decemberéig laktunk ott, amikor is hát visszaköltöztünk. Akkor már Magyarország. Volt valami? Fülöp G. László tiszakécsként született, Máramarosszigeten és Szentendrén nevelkedett. Érettségi után egy évvel munkaszolgálatra vitték a komlói szénbányába, később Budapestre az építőzászlóaljakhoz. Az 1956-os forradalomban aktív szerepet vállalt. 1957. január végén Ausztriába menekült. Építészmérnöki tanulmányait Bécsben, majd a Minnesota Állami Egyetem építészeti karán végezte el. 63 és 70 között tervező és projektmenedzser, majd 75-ig a tervezés és fejlesztés menedzsere Minnesota Állam felső oktatási minisztériumában. 8 évig tanított építészeti tárgyakat főiskolán, 75-től Minnesotában, majd 83-tól Wisconsin államban, a két legnagyobb állami egyetemen. Feleségével, Szilveszter Ágnessel együtt dolgozva, elkötelezett vezetője a Minnesotai Magyarok Szervezetének. Tagja és helyettes elnöke a Magyar-Amerikai Koalíció igazgatótanácsának, elnöke volt a Magyar Baráti Közösségnek, tagja az Amerikai Magyar Szövetségnek. Írásai, esszéi megjelentek amerikai és magyar kiadványokban, irodalmi fordítói munkája is jelentős. 2008-ban több évtizedes, a magyarságért végzett munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A térben és időben is messze él, visszaemlékezéseinek helyszíneitől, ugyanúgy lát és láttat, ugyanúgy ír és érez, mintha ma is az a rövidnadrágos csinterű legényke volna, aki bár tiszakécsként született, az élet első nagy tapasztalásait ebben a városban élte meg, s aki talán itt, Máramarosszigeten ébredt rá, 44 és 45 között, hogy az őt körülvevő történelem egyre inkább meghatározza az életét. Tehát nem csak az volt a probléma, ugye, hogy tényleg életveszélyben voltak az emberek, mert állandóan lőttek, és a seregek hol keletre ment a német, utána nyugatra ment az orosz, és laktak is a családoknál. Egyszerűen nem volt élelem. És 44-ben már nehéz. Az egyik rövidebb, amit választottunk, az pontosan erről szól. Zsemje illatok. 1945-ben a román hatóság elbocsájtotta a magyar bírókat a törvényszéktől. Már a nyár kezdetén megtudtuk, hogy apánkból tanár lesz a Szigeti Piarista Gimnáziumban 4000 lej havi fizetéssel, ami éppen 4000-rel volt több, mint amennyi apám elbocsátása után hónapokig családi bevétel volt. Ez akkor történt,
mikor 1 liter tej 1500 lejbe került a Leány gimnázium melletti piacon. Tej, túró, gyümölcs és zöldségen kívül más ennivalót nem is igen lehetett látni a piacon, azokat is csak a nyár vége felé, lisztet meg kenyeret egyáltalán nem. Mi akkor már vagy 3 hónapja nem láttunk rendes lisztből sütött kenyeret, és a zöldségből is csak annyit, amennyit az anyánk ültette kert termet. A reggeli tejhez kiskanállal lettük a szilvalekvárt, ami még az előző őszi főzésből csak volt cserépkannákba eltéve. És a kerti zöldségek, gyümölcsök, most figyeltünk fel rá, lassan fejlődtek. Persze nem is apám fizetéséből ettünk, hanem anyák élelmességéből. A hegyekből tejterméket a városba behordó, leginkább román pásztorok nem csak tejet és túrót, hanem pálinkát is hoztak megvételre. Anyánk beszélt románul, s valami családi értékért vett néhány liter kukoricapálinkát, azt tovább eladta orosz tiszteknek. A bejött pénzből aztán újabb pálinka szállítmányok lettek. Anyánk 1-2 hét alatt csereberés kiskereskedő lett, aki még profitot is produkált. Az egyik pálinka szállítmányt, amely még sose lett több 4-5 üvegnél, odaadta az oroszkun csapjainak, és ekkor már nem pénzért, hanem lisztért. Anyám úgy forgatta az orosz szavakat, amiket megtanult, hogy még apánk is, aki az első világháború után 5,5 évig volt hadifogságban, a nagy orosz birodalom csaknem minden részében, Ukrajna és Vlagyivosztok között, és igen jól folyékonyan beszélt oroszul, elégedett bólintása és mosolya nyugtázta anyánk igyekezetét. Édesanyánk a lisztből zsemlyéket sütött, amiket rendelésre eladott helyi vendégröknek, ahol épp úgy nem volt kenyér vagy péksütemény, mint a házaknál. Az első zsemlyésütést megelőző este a késő órákig dagasztott, szakajtóba tette a zsemlyetésztát, és azokat reggelre megkeljenek. A konyha telve volt a tészta szokatlan illatával. Mi, gyerekek, várakozó hangulatban mentünk ágyba. Reggel 5-kor anyánk már sütötte a zsemlyéket, amelynek illata belengte nem csak a konyhát, hanem belopózott az ajtórésein, és átjárta a közeli szobákat, és még az olyan hétalvókat is, mint én, felébresztette. Mi ugyan nem értettük, hogy lehet ilyen kevés alvás után felkelni és dolgozni, de tudtuk, aznap a reggeli rendkívüli lesz. Mire megsült a sok friss illatos zsemje, 4 éves öcsémmel már ott álltunk pizsamában a konyhajtóban, és apánk is hátul megett, és vártuk, mikor lehet az ökölnyi, pirosos-barnára sült cipocskákat enni. A frissen sült zsemjék lassan hűltek az asztalon, szépen sorakozva. Anyám elkezdte csoportokra osztani a zsemjéket, rendelések szerint. Végül is, többszöri összeszámolás után, könnyező szemekkel jelentette a zsemjére várakozó családnak, hogy ebből a sütésből nem ehet a család. A lisztből csak annyi lett, és mind elég érte a megrendelést adó vendéglőknek. De a következő sütésből a család eszik először, ígérte szomorú, de bízakodó hangon. Azt hiszem, neki fájt legjobban, hogy nem adhat mind nekünk, neki jobban fájt mind nekünk, akik hónapok óta vártunk friss kenyérre. Hát, ma nem lehet. Anyánktól elfogadtuk. 1-2 nappal, több vagy kevesebb, már nem is számított olyan sokat. De azért az út, a Lator Sándor utca hossza fel a törvényszékig, még hosszabbra gyúlt, amikor elvittem az első kihordást a streambeli vendéglőbe. Folyvást nézegettem a tiszta kockás kendőre, amely letakarta a fonott kosárban lapuló, piruló zsemléket, amelynek illata még az utcán menet is körüllengett. Illat ritkán kísértett meg az életben ilyen erősen. Mi lenne, ha egyet megennék? Csak egyetlen egyet? Vajon megszámolja Streambeli bácsi a zsemjéket? És ha 119-et számol a 120 helyet? Hát, ha azt hiszi, elvétette a számolást. De hát, ha azt hiszi, hogy anyánk be akart őt csapni? Így aztán csak a zsemjebódító illata kísértett a szigeti Lator Sándor utca egész hosszában. De 3 nap múlva miettük a világ legjobb, legillatosabb, ropogós tetejű,
belül meleg puha zsemiéit. És nem is egyet, hanem mindenki kettőt.